Zákeus, hamar szállj alá, mert nekem a te házadban kell lennem. Alá kell szállni, miután néven szólít minket az Úr. Így keres, így talál ránk, és amikor kibogozódunk életünknek a fügefa levelei közül, amikor nehézségeink, küszködéseink után rátalálunk az útra, Jézus Krisztusra, akkor valóban megtörténik, hogy neki az én házamban, az én szívemben, az én életemben kell lenni, és akkor nekem megváltozik a helyzetem, a helyem, akkor már nem a pénzzel zsákász a szívem helyén, a Zákeusnak volt egyikben a feladatom, hogy sok minden más, a földi élet dolgai, bajai, mondjai, a jövőképen, hanem Krisztus lesz az életem közepe. Ezzel a reménységgel kívánjuk, hogy a Szent Élet ítöltetésének ünnepén valóban Isten szaporítsa az ő népét a hitvallókkal, a hitvallókkal. Most a gyülekezet közösségével együtt tegyél vallást a hitedről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Fennálló. Hiszek egy Istenben, minden a Atyára, mennyei és földnek teremtője. Krisztusban az egyszülött fiára, aki fogadott a Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, Yeah.
legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kapott meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! Nemrég odaültem a számítógép elé, és megnéztem a híreket. És megakadt a szemem egy nagyon egyszerű technikai felhíváson, amit nyilván a közszolgálatiság jegyében tettek oda fel. Ez volt a címe: Pünkösdön változik a menetrend. És aztán leírták, hogy a változik a vonatok menetrendje. Megütötte nem csak a szememet, de a szívemet is. És azt mondtam: Uram, köszönöm ezt a mondatot. Mert ez a mi Istenünk üzenete, az ő itt a Földön élő Atyaszent Egyházának. Pünkösdön változik a menetrend. Valaminek meg kell változnia, valaminek történnie kell. Ahogy Jézus mondja itt a tanítványunknak, készülődve a szenvedésre, a kereszthalálra: jegyezzétek meg, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, és akkor jön a lélek. Akkor jön a pártfogó, akkor jön a vigasztaló, és akkor az én népem vagytok. Ilyen egyszerű. Ha megtartjátok az én parancsolataimat, akkor lélektől láthatott közösség lesztek. Ha nem, akkor pedig maradtok lélek nélküli, sokszor lehetetlen emberek, akiknek halvány fogalmuk sincs arról, hogy mi az a menetrend, mi az az új menetrend, amit Isten az ön népének előír, oda ajándékoz, és azt mondja: induljatok. Ha megtartjátok az én parancsolataimat, akkor megismeritek a lélek ajándékát. És mi is volt Jézusunk utolsó parancsa a tanítványoknak? Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népüket. És mit csináltak a tanítványok ezzel az utolsó parancsal? Megtartják. Eszük ágában sincs. Ülnek, szomorkodnak, és akkor legyen írva, imádkoznak. De ott vannak bezárkózva. Eszük ágában sincsen kimenni. Kimenni oda, azok közé, akik az ő legdrágább rúgat, mesterüket elvették tőlük. Abba a világba, amelyik őt keresztre szegezte. Azok közé, akik nem hallgattak a jó szóra, akik nem hallgattak Krisztus parancsára. Hát minek oda kimenni? Akkor egyszer csak történik valami, akkor megváltozik a menetre, és megváltozik a menetirány. Mert nem arról szól az Anyaszent Egyház élete, hogy húzódjunk el, őrizgessünk magunkban, amit mi már megismertünk, amit mi megtapasztaltunk, hogy milyen jó az Úr Jézus közelével lenni. Új menetre van, úgy menetirányba induljunk el. Így fújjuk el tanítványokat a lélek abból a jeruzsálemi felsőházból. Ez az áldott pünkösdi szélzúgás. Ez mind a mai napig a mi életünknek, a mi Anyaszentegyházunk nemzedékről nemzedékre tartó életének az egyetlen forrása, az egyetlen reménysége. Mert Isten újra és újra üzeni: változik a menetrend, induljatok el. Tartsátok meg az én parancsolataimat, és akkor megtapasztaljátok, hogy ki is az a csodálatos pártfogó, az igazság lelke, akit a világ nem ismer, mert nem is lát, nem is érzékel, és nem is törődik vele. De ti ismeritek, mert közöttetek van, és mert bennetek van. Mm-hmm.
ütösd be, változik a menetrend. Újra és újra azt érdekli hát Isten iránti hálaadással, hogy milyen csodák és milyen áldások fakadnak ott, ahol megváltozik a menetrend, és mi ezt észre is veszünk. Mert ha a régi menetrend szerint akarunk utazni, akkor lemaradunk. De ha tudjuk Isten menetrendját, menetrendjét, akkor ma is megtörténik az a csoda, hogy sokféle nyelven, sokféle gazdag módon tudjuk hirdetni Krisztusunk hatalmát és evangéliumát. Nemrégen sokfelé újságokban és tévében is láthatunk volt egy kép, amelyet abban az esztendőben a magyarországi református egyházban gondoltak ki a szakemberek. Ez a kép Leonardo da Vinci híres festményének az utolsó vacsorának a jelenetéhez hasonlóan embereket ábrázolt, akik egy asztalnál ültek. De nem az egykori tanítványokat, hanem ma élő húsvér embereket, idősek, fiatalok, fogyatékosak, elesettek. És az volt odaírva, mint egy asztalnál ülünk. Mint egy asztalnál ülünk. Innen kezdve indul el a sokféle nyelven való beszélés, amely megmutatja, hogy hol van az egyház. Milyen sokféle nyelven szólhat. Isten azt mondja, ünközben változik a menetrend, és nektek, az én tanítványaimnak, mindezeken a nyelveken, a nehézségeknek a nyelvén, a betegségeknek a nyelvén, a kiábrándultságnak a nyelvén, újra és újra szólni kell, menni kell, és ott kell lenni. Mert ez a dolgok, ezért van pünkös, és ezért jön a pártfogó, ezért adatik a lélek. Azért az igazságnak a lelke, amely nem kizárni akar, hanem befogadni. Egy asztalhoz ültetni, és azt mondani, az enyéjék vagytok. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót küld nektek. Kedves testvéreim, a leghatalmasabb, a legnagyobb pártfogunk nekünk van. Aki nélkül és az ő menetrendje nélkül tiltovább maradunk, bezárkózva maradunk, semmit nem vállalunk, és haszontalanak maradunk. Lélek nélkül, és sokszor lehetetlenek. De megkaphatjuk. Megkaphatjuk az igazság lelkét, aki velünk van, sőt, bennünk van. Ez Istenünk ígérete. Észrevesz, hogy változik a menetrend. Ha észrevesz, hogy változik, ha tudjuk, hogy mi a menetrend, akkor vele együtt mehetünk. Őt követhetjük, őt magasztalhatjuk, és őt hihetjük. És együtt egy asztalnál ülhetünk mindannyian. Ez az ő csodálatos ígérete, ez az ő elvehetetlen és elmúlhatatlan ajándéka, ami most megszínesítheti, megállhatja, és gyümölcs termővé teheti, ami üdvös ünnepésünket is. Hogy legyünk azok, akik tudjuk, a mi hitvallásunk, ami sokféle, sokszínű módon elmondható, elhordozható és továbbadható evangéliumunk, amit tőle kaptunk, amit ránk bízott, arra ő gondoskodik, hogy eljusson, hogy emberek szívéhez eltaláljon. És akkor vagyunk azok, akikben a lélek gyönyörűségét leli. Mert akkor közöttünk, akik bennünk van, és akkor valóban lelkes egyházzá leszünk, akik tudunk egymáshoz segíteni, akik tudunk kiszakadni a társadalmunkból, a reménytelenségből, és nem sirálkozunk, nem veszteségeket sorolunk, hanem azt mondjuk, jövő jó áldott Szentlélek, töltsd be a szíveinket, add az érthető, átadható nyelvet, az üzenetet, a gesztust,
hogy láthassék meg a te művet, hogy lássák az emberek azt, amit által Isten akar emlékezni, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat, aki ezek bárfogó lelkét nekünk adta. Áldott legyen az ő neve. Amen. Az Úrnak halálát hirdessék.